Az Országos Szakrális Művészeti Fesztiválhoz a Pécsi Egyházmegye is csatlakozik immár 18. alkalommal. A Pécsi Egyházmegye az ünneplést a Domkőtár 20 évvel ezelőtti megnyitására való emlékezéssel kezdte. Az embert, az emberi kultúrát mindig a művészeten keresztül azonosítjuk be, osztotta meg gondolatait Felföldi László pécsi megyés püspök. A legrégebbi leletek is, a legelsők is hordoznak művészi vonásokat. És hogy hogy alakult ki a művészet, a barlangrajzoktól kezdve. És az a kultúra, amiben kerültünk, nagyon fontos, hogy újra visszataláljon a szép, az emberi szép alkotás, a művészet titkára, és ezen belül természetesen a szent művészet, a spirituális, a lelki, a természet fölötti megjelenítése. És ezért nagyon fontos, hogy az Alszakra Fesztivált így támogatjuk, segítjük, kell, hogy az embereknek lehetőséget adjunk a találkozásra. A 20 éves évforduló alkalmából kerekasztal beszélgetést rendeztek szakemberek részvételével. Célja az volt, hogy felelevenítsék a gyűjtemény történetét és rátekintsenek mai állapotára, valamint a továbblépés lehetőségeit is megvitassák. Elhangzott, hogy a románkori kőfaragványok története sokkal régebbre nyúlik vissza, mint 20 év. Ezek a Székesegyház utolsó átépítésével kerültek elő, avatott be a történetiség alapjaiba Bodnár Boglárka múzeológus. Ezeknek a köveknek a bemutatására, megőrzésére, tudományos feldolgozására Hetyei Sámuel püspök létrehozta az első püspöki múzeumot, hogy bemutathassa ezeket a köveket, és a kövek első kiállítása a mai Klimó könyvtár földszintjén volt, majd később a 20-as években átköltözött a Székesegyház egyik termébe. Végül az 50-es években ennek a kőtárnak a helyén épült egy domkőtár, amit lebontottak idővel, mert annyira vizesedett az épület, és sajnos egy másfél évtizedre raktárba kényszerültek a kövek. Majd Tóth Melindának, aki a Művészettörténeti Kutatóintézetnek volt a munkatársa, ő karolta föl a 70-es években ezt a gyűjteményt, és annak a lebontott régi épületnek a helyére tulajdonképpen ő eszközölte ki, hogy egy új és szép környezetben bemutathatóvá váljon ez a gyűjtemény. Bachmann Zoltán tervei alapján a 90-es évek közepére készült el az új, modern épület. Innen pedig jól rá lehet látni a Székesegyházra, ahol ezek a kövek valaha voltak, tette hozzá múzeológus. A kerekasztal beszélgetés pécsi résztvevője Raffai Endre művészettörténész volt. A kerekasztalon most négyen fogunk beszélgetni, ám vannak még olyan kollégák, akik természetesen szakmailag érintve vannak. Kiváló kollégák jönnek most erre a kerekasztal beszélgetésre. Olyanok is, akik részt vettek azon a korábbi Dómmúzeumi konferencián, amelyet Tóth Melinda emlékére rendeztünk. Ennek a konferenciának az anyaga nyomtatott formában is a tanszék gondozásában megjelent. Az Országos Összművészeti Fesztivál alkalmával 70 településen számos műfajban több száz program várja a szakralitás iránt érdeklődőket szeptember 13-a és 22-e között. Az Arszakra rendezvénysorozat programjai ingyenesen látogathatók.